Sziasztok, Mora vagyok. Nekiállunk végigtolni a vámpírt. Nagyon-nagyon durva elvárások vannak. Remélem nem fognak a vámpírok a napfénybe csillogni. Az bebaszna. Hát essünk neki. For the Red Queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Ezek szerint valami frissen megharapott fickót fogunk alakítani. Akit nem tudom hova dobtak ki, de van egy pár. Az mondjuk egy érdekes felütés kezdésre. Nem vagyunk jó bőrben, az fix. Hát az valami... tömegsír. Hú, csak mindjárt összezuhan. Jó, hát így tippre. Frissen harapott vámpírnak vér kell. Hát mondjuk... örülök, ha hogyan tudunk verni ezzel a lapáttal valakit. Itt van is valaki. Méghozzá egy csaj. Nagyon jól néz ki, hogy így gyakorlatilag a vért mutatjuk. Igen, szomjasak vagyunk. Hát... na jó, hát akkor megvan az első áldozat. Nagyjából úgy néz ki, mintha ismerne minket. Bakker.
Ez a csaja vagy valami ilyesmi? Oké. Testvére. Mary. Oh, no. Mary. Ah, that's my goodness. Please, hold on. Nagyon jól megcsinálták, hogy nem is látja, hogy itt támad meg az éjségtől. Hát... Biztos kereste a testvére, hogy hova lett. Most rögtön ránk is fognak egy gyilkosságot, jó? Oké. Ez se szorozott, rögtön lelőtt benne. Ne, a tippli. Ó, hát eltűnünk. Aztán kitaláljuk, hogy mi legyen. Hú, vagy már. Ez mi? Van egy késünk. Hát oké, egy macsete. De ki a repkek ezek? Biztos, hogy nem rendőr. Aztán van egy pártító. Ez elég fura, hogy így végig kell verni a rakott embert. Hát ezt most így nem fogják elhinni. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? Kicsit, mint a sűrnénk. Just leave me. Hűben van. Mi jön fel a nap? The sun. Feels like it's burning me to the bone. Ó, van benne agravált, de mi Istenem, könyörgöm. Jó. Aki esetleg nem tudná, mi az agravált, de mi hát az lemaradt némi szerepjátékos múltról. Jézus Isten előtt, ez ránk. Aztán mondom, hogy van nála egy malac pörzsölő, bazd meg. Mi az Istennel lőtt ez? Tűnjünk innen. Azt hiszem, itt lesznek emberek, akik tudják, mi az a vámpír.
anybody there? What is this place? Okay, találtunk egy házat. Úr, a szekrény az ajtó elé. The place seems abandoned. I should be safe enough here. Hát végülis nem süt a nap, van pince. Azt hiszem első dolgunk lesz egy jó kis menedéket összerítjenteni. Aztán ki okumulálni, hogy ki az úristen harapott meg. Aztán valahogy napirendre térni a fölött, hogy az első ember, akit megettünk, az a testvérünk volt. Jézus. Találtunk egy képet. Ez mi? Most visszaemlékszük. Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Jó, nézem, hogy bosszút akar állni azon a vámpíron, aki vámpírrá tette. De hogy mi közben van ennek a képnek az egészhez, az a... Jó kérdés. Hajjá, ah, tehát majd is szépen felfedezzük, hogy mit tud a vámpír, és a weakness között, már mint a gyengeségek között ott van, hogy a tűz meg a napfény az nem annyira zsír. Legendás vámpírok. Hát oké. Ez jó. Látunk egy siringet, az is nagyon jó. Fíj! Ez egy zombi bakker. Mi ez? Pestises? Mi az úristen? Folyik Londonba szerintük. Volt egy szép órája. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Ez aki már megint mi vagyunk. I've still a rent to pay. Kizsebeltek, mielőtt adottak volna a hullák közé. Go watch. Beautiful it is. We fancy to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him a knife. Ezt már megint nem értem. Az oké, hogy kizsebeltek minket, mert bedobtak volna a hullának, de mi az úristen keresi ennél a hullánál a mi órán? Mi ez az a fickó, aki bedobott? Biztos én vagyok a hülye, hogy nem értem teljesen. Na, egy üveg, fia. Lehet, hogy be kéne küldeni az izgalomra. Látszik a tükörbe? Hát nem láttuk, hogy kiharapott meg. No! I still have so much to accomplish. Mentünk az utcán, azt valaki dúr. I still have so much left that needs doing. Hát időnk lesz rá, hogy megtegyük azt a sok dolgot. Ha csak nem húznak karóba. Van egy pár hulla a házban.
Ez egy akciós tű. De miért halott mindenki? Van nála tiszta. Öngyilkos lett. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Most mindenkinek megtudjuk a emlékeit, ha hozzájuk érünk. Ó, oh, van egy revolverünk, 45 damage. Fantasztikus level 2-es. Meg van egy macsete, macseteink. Ugyanannyi sebb az a revolver, mint a macsete. Oké. Állikom. Egy véres napló. Jó, hát... Az bármikor elolvashatjuk, hogyha olyan van. Oké. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Hát, rémálomnak egy kicsit durva. Tényleg pont a testvérét tette meg először. Na, öngyilkos akar lenni. Hát ez nem fog sikerülni. Ilyen könnyen nem szabadulsz meg egy vámpírtól. Hát elég dark hangulata lesz, az biztos. Nagyon egy rövét azért csak túlél. Hát egyre szexibb a ruhán, kicsit véres. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood in sunlight into a glowing reflection. Yeah, I'm simply pleased. Okay. Tudjuk magunkat a vérből gyógyítani. Hát ez az sose baj. Minél többet. Jó, hogy itt olcsóbb. Aha. Hát az nem árt. Van még kettő pont, amit el tudunk használni? Hmm.
meg tudjuk állítani a vért az ellenfél testében, mondjuk így bókás, vérpajzs, hiba kell. Hát vannak jó. Na jó, karom. Megdobjuk egy vérláncsával Jézus. Arra de nincs kettő. Hát nem tudom, ez olyan gongreles lenne. Meg hát vámpíros is karon kiaszthatom. Meg lehetne viszont a rangereket dobálni. Fölrobban az árnyék. Hát, ez a legolcsóbb. Viszont ritkábban lehet használni. Nem tudom, milyen misztikus vámpírok leszünk szerintem. Nem álmodom, hogy a szép tép kézzel meg megdobálja. Árnyék az tűz. Próbáljuk. Kérem, az R3. szintűek vagyunk, hogy valami ilyesmi. R3-as. Ne! Hát ezt túléltük. Szerintem ideje lenne lassan beletörődni. Ez lesz az új életünk. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. Tudom, nem tudok, én megharapott, az beszél a fejünkben. What I have become. Tök durva lenne azzal találkozni, és hogy megkérdezni, hogy what the fuck. Húha, térkép. Nem tudom eltüntetni a... asztja, de... És tudjuk, hogy hol van? Hát jó. Ha mondom, ki kéne egy kicsit magunkat csípni, mert kimegyünk az utcára, mert az így eléggé feltűnő. Kéne szerezni legalább kabát, valamit, ami ugye nem nyakig vér. Ide röngöl. Előtte van egy szekrény az ajtónak. These people want me dead. És valakik tudnak valamit, vagy nem tudom, de valakik vadásznak ránk. Ez tudva. Azt, hogy miért, az mondjuk egy jó kérdés. Ó, hát az mondjuk. Tényleg ilyen misztikus vámpír fogok tudni csinálni. Ez jó. De ezek azért egy zárt ajtót nem tudnánk áttörni. Majd idő. Hogyan nem tudunk áttörni egy kurva ajtót? Ez mi? Volt nála kulcs. Okay. Ki tudunk menni viszont. Tönt is van egy ajtó. A zárva. Jó, mindegy. Akkor lépjünk rá. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Oh, hello. De le tudjuk ütni, és meg tudjuk harapni. Nem akarok egy ilyen vérengző állat lenni, de ági nincs egy cseppvér sem a szervezetben. Az meg rossz. Végül is ő jött a pokonért.
Ez nem egy békés civil. Sőt, kb. Szárazra kell szívni, hogy maxol legyünk. Oké. Okay. Akkor ki tudjuk próbálni legalább, amit kiraktunk. Hát ez mondjuk belehalt. Akkor az agrementet vissza tudjuk húzni a másikkal vissza. Oké. Okay. Hát elég tömegmészárlást rendezünk így rögtön. Hogy a sárga, na meg az anyád. És ez miből van ez a fickó bakker? Sárga a stamina, a zöld a HP, ami töltődik. És a lépcsőzéssel nem az van. Az északi banknál van a fickó. Van, nem tudom, menjünk oda. Ez a mai este amúgy is elég durván ülül egy gyengébb tömeggyilkossággal, amivel nem értek egyet, de hát oké. Okay. És ők jöttek a pokolnél. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Bosszút esküszünk. Someone will pay for what happened to you. Akkor gondolom, hogy igazándiból az, aki megkarapott minket, nem sokat telt arra, hogy mondta testvérünk ott kódorgott a környéken. De most komolyan, de ezt nem hiszem, hogy ez volt a nagy sötét terve. I cannot enter. Jól láttam, hogy meg lehet tenni a patkány. Nem eszünk patkányt, tehát mi vagyok én. Nem eszünk patkányt. Azért... Jó, hogy át tudunk... The dizziness from the jump. I can now control it. De már, hogy kerültük meg a zárt ajtót. Én mindig le kéne cserélni a ruhát. What will London have to say to me? Úgyhogy megint találtunk kis ringet, bár én találnák ilyen sűrű mindenhol pénzt. Ott is jön. Ah, mondom én, ez. Limehouse Duck. Hát közeledünk, ez mi? Van egy hideout. Akkor mi folyik ebben a városban, de kicsit... Kicsit sűrűn vannak a hullák. Meg a fickók, akik ránk fel. Ezt inkább úgy néz ki, mint amit hátba lőttek, de...
Nem mondod, akkor kiszívták a vérét. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Oh, igen, van ilyen szuper látás. The smell is so strong. Magyar látjuk a vén. Viszont más nagyon nem. Where has everyone gone? Egyébként elég szellemvárosnak tűnik, ahol vagyunk mi, meg a hullák. Ez nekem nagyon tetszik, ez a felső. Ezen az új hideout. Ez egyelőre nem érdekel. Oda ment be. Az valami kocsma? At last, a little life. Are they stupid or something? I've never even been to India. Már törlik a vét. Nem látjátok erre kódorogni egy vámpírt. Próbáljuk, hogy a csapos tudom valamit. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Pár napét van. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Never been to India. Oh, why don't you know? Something can be done to get out of this bullshit mess. Egyébként most törlik fel a vért padlóról. Black quality. Nem mindegy, hogy kit iszunk, nem? Az de durva. Na, beszéljünk még ezzel is. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow. You look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? No. I'll leave you to your bottle then. Esetleg aki törölgette a vért. Hát lehet egyszerűbb felemne felmenni. Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders.
The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. Megfelelták a vámpírok a várost, a cirkuszon. The sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Okay, menjünk fel az emelte, nézzük meg. I'll leave then. Thank you. Na, hát ez az üres hely. Nem elég, hogy a járvány van a városban. Ez bedújt valami vámpír. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Ezek is tudnak valamit. Slowly, vampire! Walker! A kereszt működik. Present yourself! I need a word. Nagyon durvá jól néz ki. Mi ez van, hogy fok? Nem annak néz ki. Lerakja a kereszt. És kivel beszélgetek? Hú, ez is tudja, hogy bennem a minden misztikus dologban. Kereszt az asztalonért rögtön. Hol van, akivel beszél? Hát Helen. And who might you be? Dr. Endgárra anyám kínja. Ez a... Oké. Hát, hogy kik vagyunk? Hát, hogy nem tudjuk. Én elmondanám. Maradjunk egy, vagy nem tudjuk. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Ez sem most látott először vámpír, bármilyen. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. English. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed the trail. Ki? The scent of blood. Valaki begyalogolt egy hullának a vérével ide amúgy. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Nem magyarázd be, hogy valaki rád akarja kenni, jó?
ugyanazt keressük el, gondolom én. Kivéve, ha te vagy az. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Mi csinálunk, ha megtaláljuk? Hát... az amikor én nem tudom, de... de szerintem válaszokat akarok. Nem kevesen. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Hát ő nem beszélgetni akar vele, gondolom meg akarja ölni. De ki volt itt a szobában? Volt még itt valaki. Hogy már én is hallucinálok, de beszélgetett valakivel a tag. Megmondta neki, hogy valaki kint hallgatózik. Aztán felszívódott. Ennél meg pont véletlenül volt egy kereszt. Hát nem tudom. If this monster is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Ki kéne nyomozni, hogy ki látott valamit? Hát... ezekkel már beszéltünk ide. Más meg nem nagyon van a környéken. It's locked, all right. Mi fussunk neki még egyszer csajnál, vagy nem tudom. Esetleg kiment hátul. Hopp, ott is van vérnyom. Nem tudom, hogy jöttünk ide. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Oké, hát akkor ez gyorsan, nem? Oké, na de is hol van a szobája? Gondolom, akkor ez a zárt ajtó lesz. Ha beszéljük, akkor csak... csak mossa. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have.
Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Hazudsz, köcsög. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Yo, Ferdi. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Hát akkor azt mondom, az a következő lépés, hogy megkeressük a hajóját. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? De már nem hiszem, hogy szeretnénk úszni. Valahol körbe kéne. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Bakker, hát hány hulla van esténként? This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Néz ki, mint amit megharaptak dövője. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. Mikor vagyon verték, még írt egy üzenetet. A vámpír is very violent. Hát igen. Mindenki tud a vámpírokról, csak én nem? Tudja, hogy van valami szervezet, vagy szekta, vagy én nem tudom. Akik tudják, hogy léteznek vámpírok és vadászok. They're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ezt is lehetne követni, vagy ezt mondanak. Na, de mintha át lehetne hussanni. Lehet ebben a pokolban? I cannot enter. Meg kell ezt támadni. Mit volt én akkor? Én nem tudom ezt támadni. Lehet, hogy meg kéne. Ha már ezek a vámpír hunterek.
fogom tudni kikerülni őket, van egy 20-as omra. I'd step back, sir! Stop right now! Na hát legyen. Na hát ez érdekes. Na bazd meg. Hát én megpróbáltam. Emléktetek róla, hogy nem vagyok jó lopakodásból. Ranged weapons, ammunition crate. Good. De igazán, amikor eddig nem éreztem szükségét. Gondolom már később. Ja, hogy írja, hogy melyik... Evie... Vannak meg Blood Poveri vannak. De csak kellene nála This is not the place for you, sir. A man magyar lát a falon, csak a rént számít. Van egy lopakodós játék. Burn it, boys! Vagy csak én nem tudom, hogy kell lopakodni, de... Are you deaf? De igazán, de pont nem akarok mindenkit megölni. Őt így egyáltalán. De valahol ide mutatnak a nyomok, úgyhogy muszáj lesz. Hát, oké. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Hát itt valakit nagyon szétcsapta. Which way your trust? Is this burnt?
francia tudja, hogy de jó. Használjunk 200 bizbasz. Nem kell. Na vajon, hogy kell cserebben élni dolgokat? Hammegy már, hát 95. Vagy mi? 99. Mohandön. Szóval, vacsatom. Van nálunk karó. Az nem baj. Az sose baj. És akkor ezt fogjuk berakni az egyesre, azt meg a kettesre. Az így jobb. Hát felfegyverkeztünk, ez tudom. Igazániból én nem tudom ezek kik, de akik ilyen kócerányból laknak, azok megérdemlik. This creature is bedeviled. I must put it down. Ja. Hát ez eléggé bírja. Oha. Nem tűnik ember. Okay. Nem ír előttünk túl sokat, bakker. Akarodj! Amióta választottam, ez a füst, az nem kijön belőle, mire felrobba. Mindegy, elkapjuk. Használjunk rajta karót. Ez hogy? Most már mindig. Már azért csak agyon vertük lapáttal. Az Isten beszél és hol? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're doctor. Suffering from shock. I must return to my flock. Chuck for that. Without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Egy kicsit túl zsufis a város, azt a misztikus lényekkel. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please. I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you.
You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Vérmintát vettünk tőle. Subspecies of vampire. I must find a place to analyze the blood. Egy gyors loot az meg belefér hajnal előtt, nehogy fölkeljen itt nekem onnan. Hát érdekes, az biztos, hogy lesznek misztikus lények rajtunk kívül. Vámpírok, francsa tudja mik. Csóró embereknek nem lesz jó most. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End, and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Ez tényleg csodálatos. Again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, na már van munkánk, rúgóhelyünk. In the beginning of a beautiful karrierünk. Hogy megy ez?
Hát kíváncsi leszem. Gondolom ez volt a felvezető. Andrew. Dr. Vampir, bubu. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. For I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in the future. That is good news indeed, Doctor. Vérátömlesztés a szakterület. Oh, Isten, ne borulsz már végig. Megőrülsz. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Na, hát megvolt az első felvezetés. Úgy, de szépen beszolgatott. Érdekesnek indul, ez biztos, hogy nem egy Bloodlines. De ettől még lehet egy jó sztoria. No, innen fogjuk folytatni. Jó lesz ez. Sziasztok!